Jó, tehát erről a performance-ról csak annyit szeretnék elmondani, hogyha én most ezzel a kalapáccsal mondjuk betörném az ablakot, az egy erőszakos cselekménynek számítana, és ezért azonnal előállítanának engem, és azonnal megkapnám érte a büntetésemet. És amikor a bankárok mondjuk minket kifosztanak, és a BTK szerint bizonyítható lenne egyébként, hogy csalást követnek el, akkor ez meg sem mozdul a hatóság, tehát a nyomozati szakaszig nem jut el az egész. Tehát lassan egy éves évfordulóhoz közelgünk, amikor ugye egy OTP üveg az betörött. Valamiért? És 3 napon belül a nyomozást sikerült lefolytatni, a vádemelést és az ítéletet meghozták 3 nap alatt, mindössze 3 nap alatt. És tudjuk, hogy a Menyusnak a közösségi feljelentése az meg parkolópályára van rakva, tehát már tavaly október óta. És most igazából arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy annál sokkal jobban fáj a bankoknak, hogyha ezt a kalapácsot csak jelképesen kihelyezzük, és az embereknek fölhívjuk a figyelmét arra, hogy azonnali hatállyal fejezzék be a törlesztő részleteknek a fizetését, és kezdjenek el pereskedni. Mert ugye a kisebb részt, tehát az árfolyam részt és a kamatemelést azt úgy néz ki, hogy törvényileg rendezik, de a nagyobb tételt, tehát az árfolyam emelkedést, azt úgy gondolják, hogy azt tisztességesen hárították át az ügyfelekre a bankok, és érdemes figyelni Szaladji Erzsébetet a Facebookon, ajánlom mindenkinek a figyelmébe a Bözsi oldala című lapot. Erről a hölgyről azt kell tudni, hogy egymaga gyakorlatilag ügyvédi segédlet nélkül bizonyította a bankokkal szemben, hogy tisztességtelen volt ez az árfolyam emelkedés áthárítás, és már a jogerős ítélete van arról, hogy semmi se a szerződése. Jó, tehát mindenképpen érdemes az ő receptjét követni, és akkor biztos, hogy megsemmisítő, végső csapást fogunk a csalók bankokra mérni. Köszönöm a figyelmet! Úgy van! Ne fizess a bankomba, egy pillért sem!